Góranga. Na, még egyet olvassunk. A mai napon, tehát az Olvassunk Együtt című videós sorozatunkat látod. És ebben ma a Férfi szem, női szem című alfejezet következik, egyébként Müller Péter Férfi élet, női sors című könyvéből. Ezzel a sorozattal egyébként az olvasást szeretném népszerűsíteni. Nyilvánvalóan olyan könyveket fogok olvasgatni veletek, amiknek van mondani valója, és a mondani valója tükrözi az én gondolatvilágomat, élethez való viszonyomat, stb. Szóval, ja igen, tehát mindig hagyok egy kis rövid szünetet a címek után, és akkor azt úgy lehet tudni, hogy nagyjából elkülönülnek ezek különböző gondolati gyöngyszemek, ahogy Müller Péter nevezi. Férfi szem. Nekünk férfiaknak több szemünk van. Nézhetlek az ágyékommal. Nézhetlek a szívemmel. Nézhetlek a két józan szememmel. És nézhetlek a homlokom közepébe rejtett látó csillagszemmel. Ha csak az ágyékommal látlak, kívánom a tested. Ha csak a szívemmel látlak, szerelmes leszek beléd, és sóvágok a testedre, lelkedre. Ha csak a két józan szememmel nézlek, értelek és nem értelek, mert a férfi szem igazán nem látja a nőt, és mindent átfordít a maga jogosnak vélt önző szempontjaira. De ha a csillag szememmel nézlek, látlak is, értelek is, szeretlek is. Ez a szemem azonban már nem férfi, hanem ember szem, és az embert látja benned. Női szem. Nézhetsz az ágyékoddal, és akkor kívánsz engem. Nézhetsz a szíveddel, és ha ismerősnek tűnök, belém szeretsz. Nézhetsz a két józan szemeddel, és megláthatsz bennem valakit, akit érteni vélsz, de akit végső soron sohasem érthetsz meg, mert számodra a férfi lélek érthetetlen. Sok mindent sejthetsz rólunk, de hogy milyen szerepvarázslat kényszere alatt élünk, azt nem tudhatod, csak ha élnéd az életünket. De ha a csillagszemeddel nézel, az embert látod bennem, hozzád hasonlót, aki épp olyan egyedül van, mint te. Csillagszemed már nem női szem, és már nem csak férfinak lát engem. Túllát a sors szerepeken, az eszményi párkapcsolatban valamennyi szemünkkel látunk egyszerre. Nemiség. Az ölelés csodálatos, de ha valaki csak a nemi szervével lát, olyan, mintha vakon szimatolva és csupán tapogatással tudna tájékozódni az emberek között. Nem akarom lebecsülni a tapintást, vakok újhegye nagy titkokat mesél, de azért az igazi megismeréshez kevés. Hímvessző. Nincs árulkodóbb látvány, mint a férfi hímvesszője. Ha kíván, valódivá válik. Teremtővé, erőssé és parancsolóvá. Ilyen lehetett az ősrobbanás előtti kozmikus állapot. Ha nem kíván, olyan, mint egy koldus erszénye. Üres. Elhagyott bőrdarab, melynek nincs otthon a gazdája. Halott Isten. A hímvesző az ember szimbolikus szerve. Ebben a szimbólumban rejlik a férfiasság lényege. Ahogy egy nő havonta csak egyszer válhat anyává, és ez más tudatállapottal jár, a férfi is csak akkor teremtő, ha veszője merev lesz.
Művészek gyakran beszámoltak róla, hogy az alkotás egy erotikus állapot, a szónak abban az értelmében, hogy eltölti őket a teremtés vágya, és lelkileg föláll nekik. Nincs riasztóbb látvány, mint egy vénember nemi szerve. Az aktest is szánalmas látvány, de amikor létteremtő, büszke hímveszője, parányi, ráncos, holt kukaccá válik, olyan, mintha a teremtő Isten halt volna meg. Van egy jelenet a Bibliában. Valószínűleg erről szól. Az özönvíz után kijöttek a bárkából Noé és három fia. Szem, Jafet és Kám. A világmentő Noé unokájának, Kánaánnak az apja. Ezek hárman népesítették be az elpusztított földet. Idézet következik. Noé a földműves szőlőt kezdett telepíteni. Amikor bort ivott, megrészegedett és mesztelenül feküdt a sátrában. Kám, Kánaán atya, látta apjának mesztelenségét és elmondta két testvérének. Akkor Szem és Jafet fogták a felöltőt, mindketten a vállukra terítették, háttal bementek és betakarták apjuk mesztelenségét. Arcukat elfordították, így nem láthatták apjuk mesztelenségét. Amikor Noé fölébredt részegségéből, és megtudta, mit tett vele legkisebb fia, így szólt. Legyen átok Kánaánon, legyen a szolgák szolgája testvérei között. Döbbenetes leírás arról, hogy apánk nemi szervét megpillantani a tabu törvény legsúlyosabb megszegése. Ma már ezt nem értjük. Egy részeg ember pegyhűt hímveszőjének látványa az apaképnek és az atya mítoszának a teljes összerombolását jelenti. Az Isten halott fut át ilyenkor a fiú gyermeken, és valóban egy világ omlik össze benne. Csodálat és imádat helyett szánalom marad a szívében, melyet soha többé eloszlatni nem lehet már. Mint minden nagy írásmű jelenetei, ez is sokféle mély mellékjelentést hordoz. Többek között azt, hogy ami az életben a legfontosabb, a másokban való hit, a hűség, a tisztelet, a nimbusz, a feltétlen rajongás és bizalom, ha egyszer összetörik, azt újra megépíteni már nem lehet. Soha. Jól értsd meg! Soha. Sem apánk tiszteletét, sem barátságot, sem szerelmet. Soha már, mint apára, mint barátra, vagy mint szerelemre nem tudok nézni rá ezután. Tudom, hogy ez nagyon emberi élmény. Meglátni apánkat részegen és pucéran heverni nem ritka dolog manapság. Attól még ő szerethető, hogy ennyire esendő, sőt, szívszorító. A szent ember, a kapitány, az emberiség megmentője, mint egy részeg csavargó pucéran hever előttem, szánalmasan pegyhűt nemi szervével. Lehangoló látvány. Szegény ember, gondolom, de többé nem lehet az apám. Lefokozódik előttem. Nagyon emberi jelenet. Meg is értem az öreget, de többé felnézni nem tudok rá. Minden, ami igazán értékes, nagyon törékeny, és nem lehet újra megépíteni. Ez a baj. Ebből egy részt még egyszer. Ami az életben a legfontosabb, a másokban való hit, a hűség, a tisztelet, a nimbusz, a feltétlen rajongás és bizalom, ha egyszer összetörik, azt újra megépíteni már nem lehet. Soha. Jól értsd meg. Soha. Sem apánk tiszteletét, sem barátságot, sem szerelmet. Soha már, mint apára, mint barátra, vagy mint szerelemre nem tudok nézni rá ezután. Tudom, hogy ez nagyon emberi élmény. A kapitányné.
ha már itt tartunk. Manapság egyre több nő veszi át a magas eszményekre néző, lelki értéket kereső férfi szellemiség feladatát. Túllépnek az anya és a feleség szerepein, és jóval a család határán kívül a világ dolgaival és az örök kérdésekkel kezdenek foglalkozni. Odaugranak a kormány mellé, mert látják, hogy a hajó kapitánya részeg, alkalmatlanná vált feladatára és süllyed a hajó. A baj csak ott van, hogy ebben a kapitányi szerepben igazán jók csak ritkán lehetnek. Nem csak azért, mert nem ismerik a tengert, hanem azért, mert nem tudják, hová tart a hajó. Ez nem az ő sors szerepük. Három szó. Megkérdeztem sok nőt. Mit szeretsz igazán egy férfiban? Válasz. Hogy tisztel, hogy bízni lehet benne, és azt, hogy határozott. Ez volt a leggyakoribb válasz. Ja, még az is, hogy mindhárom ritkaság. Kétféle szeretet. Anyák sohasem alapítanak vallásokat. A vallás alapmondata: változtasd meg az életedet. Ehhez a férfi szellemisége kell. Idézet: így, ahogy vagy, nem vagy jó. Idézet vége. Ez minden vallás alapja. Idézet: így, tudatlanul, vétkesen, kábán, bűnösen, önösen, az anyagba varázsoltan nem tudlak szeretni. Változz meg, ébredj föl, térj meg, világosodj meg, hogy méltó légy a szeretetemre. Idézet vége. Az anyák alapmondata azonban ez, idézet: szeretlek, akármilyen vagy. Mert ők azok, akik lehozzák a szellemet az égből a földre. A férfiak azonban vissza akarják vinni. Idézet: szeretlek, ha méltó leszel rá. Idézet vége. Az egyik mindent elfogadó, a másik minősítő szeretet. Az anyák azt mondják: légy testé, lelkecském, hús a húsomból, vér a véremből, és élj sokáig és boldogan ezen a világon. A férfiak azt mondják: légy újra halhatatlan léleké, és tér vissza Istenbe, ahonnan származol. És ez így van jól. Képzeld el, ha az anyák minősíteni kezdenék, kiket fogadnak a méhükbe. Mi lenne, ha nem szeretnék minden előfeltétel nélkül a hitványakat, az alacsony rendűeket, a rossz természetűeket, sokszor még a potenciális gonosztevőket is? Az emberiség túlnyomó többsége meg se születhetne. Egy anya bármilyen keserves és iszonyú neki az elvetemült gyermekének sorsát nézni, még egy szörnyeteget is képes magában fölmenteni, egyszerűen azért, mert a gyermeke. Sztálint, amíg kicsi volt, biztos szerette az anyukája. Lehet, hogy később is. Örökké. Életünket annak köszönhetjük, hogy Isten nem csak a mi szigorú atyánk, de a mindent megbocsájtó anyánk is. Van egy megértő, elfogadó oldala is. És fölhozza napját jókra s gonoszokra egyaránt. És egy következő gondolatjelbe zárt mondat vagy gondolat következik. Nem minden anya érez így. Azért, mert egy nő szül, nem biztos, hogy lelki értelemben is anya lesz. Sok embert ismerek, akit nem anya szült. Minden sorsszerepben meg lehet bukni. Még egyszer. Nem minden anya érez így. Azért, mert egy nő szül, nem biztos, hogy lelki értelemben is anya lesz. Sok embert ismerek, akit nem anya szült. Minden sorsszerepben meg lehet bukni. A hit próbája. Isten próbára tette Ábrahám hitét. Megparancsolta neki, hogy áldozatként ölje meg fiát, Izsákot.
És a nagyhitű Ábrahám megépítette az oltárt, rárakta a fát, majd megkötözte a fiát, s már kezébe vette a kést, hogy megölje, de az Isten szólt az égből. Ne árts neki! Most már tudom, hogy féled az Istent, egyetlen fiadat nem tagadod meg tőlem. A hit örök jelképe lett ez a jelenet. Jól tette az Úr, hogy a férfit kérte fel erre a szörnyű feladatra. Ha az anyjának szól, Sára átkot szórt volna rá, sírva üvöltözött volna vele, és nemhogy a saját gyermekére nem emelkezett, de soha ilyen Istenben többé nem hitt volna, sőt, örökké gyűlölte volna, engesztelhetetlenül. Egymásba bújunk. Itt majd lesznek ilyen idézetek. Tehát így szól a férfi, idézet, így szól a nő, idézet. Lehet, hogy most nem mondom külön, hogy idézet, jó? Így szól a férfi. Amikor kívánlak, én hatolok beléd, mert csak benned jó nekem. Belőled születtem, beléd bújok vissza. Testem csak benned, a te öledben talál otthonra és érzi örömét, mert végre egyé váltam veled. Már nem csak érezlek, de értelek is. Megismertelek. Így szól a nő. Amikor szeretlek, én bújok te hozzád, befészkelem magam erős karjaid közé, fölnézek rád, biztonságot, békét, boldogságot csak is akkor lelhetek, ha az ölembe visszafogadhatlak. Hazajöttél, már nem csak érezlek, de értelek is. Megismertelek. Így válik először a férfi nővé, és aztán a nő férfivá. Azt mondják a bölcsek, ez az átváltozás, az egyéválás csodája. Az unió misztika, vagyis a rejtélyes teljesség. Ha csak egy pillanatig megérint ez az élmény, úgy érzed, nem hiányzik semmi. Átélted már, ha csak egy tized másodpercre is. Emlékezz vissza rá. Jön. Az igazi társat nem találjuk, hanem jön. Ha jön. Nem minden sorsban van találkozás. Jön. Azért így olvastam, mert így van írva. Jön. Hajléktalanok! Mi, férfiak, a nőkbe hazamegyünk. Csak bennetek vagyunk otthon. Egyébként hajléktalanok vagyunk. Ez azért van, mert a földi élet a nők világa. Tiétek az anyag, matéria, a testi lét, az egész élő, lélegző, táplálkozó, szüntelenül elmúló és születő természeti világ. Egy jégkunyhó is barátságossá válik, ha a nőt ölelsz benne. És egy jól fűtött, hétcsillagos luxus szállodában is hajléktalan lehetsz, ha nincs nő a közeledben. A földön mi, férfiak, idegenek vagyunk. Idézet. A rókának van barlangjuk, az égi madaraknak fészkük, de az emberfiának nincs hová lehajtani a fejét. Azért keresünk, kutatunk és találunk ki mindenfélét, eszmét, üzletet, politikát, vallást és technikát. Hiába. Amit keresünk, bennetek van. És a nők? Hiába tiétek az egész látható, örömökkel és szenvedésekkel teli világ, az erdők, a tavak, a tengerek, a növények és állatok, a csillagok az égen, és mindaz, amire azt mondják, természeti világ. Nem tudtok mit kezdeni a végtelen gazdagságotokkal, ha nem fogadtok be minket, vagy ha önző őrületünk miatt nem találunk haza benneteket. Nincs szomorúbb, mint egy hervadó virág, melyet elkerültek a méhek. Hiába volt szép. Nincs szomorúbb, mint egy hervadó virág, melyet elkerültek a méhek. Hiába volt szép.
idegen országban. Ha idegen országba kerülsz, beleszerethetsz egy idegen nép nőjébe, aki nem a te anyanyelvedet beszéli, nem a te néped szokásai és emlékei szerint él. Mondom, szerelmes lehetsz belé. De lesz, amit nem ért benned, és te sem ő benne. És ez örök szakadék lehet közöttetek. Csakis a nagyon mély, igazi szeretet tudja áthidalni ezt a különbséget. Az ilyen szeretet túllép a honvágyon, fajon, valláson és ősi emlékeken. És azt hiszem, ez a valódi szeretet. Ja. A nő erogén zónája. A nő, még a legérzékibb nő is, a lelkével szeret igazán. Nincs olyan párkapcsolati tanács és szexuális trükk, amely boldoggá tudna tenni egy olyan nőt, akit lelkileg nem szeretnek. Minden olyan ölelés, amely csakis az erogén zónák ügyes ingerlésén alapul, kevés neki. A nő erogén zónája a lelke. A test mágiája. A legritkább, hogy az lesz a férjünk vagy a feleségünk, akivel az ágyban a legjobb. Olyan kapcsolatra gondolok, melyet elsősorban az elementáris szexuális élmény hozott össze, és később is az a döntő, a csakis vele megélhető különleges extázis élmény. Van ilyen, de ritkán. És ha mégis, számíthatunk egy nehezen harmonizálható és nehezen megőrizhető párkapcsolatra. Van ilyen héjanász. Mindig elvesztik és mindig megtalálják egymást. És ha sikerül így, ilyen örökösen sóvárgó, mohó, sevelesen nélküled úton eljutni az öregségig, lehet, hogy vénen is hálásak maradnak egymásnak örökké. De a legvalószínűbb, hogy nem együtt öregszenek meg, és ha elválnak, előfordul, hogy titokban koldusként visszajárnak egymáshoz. Ez van. Ebbe a rohanó folyamba, amelyet életnek nevezünk, csecsemőként csöppenünk bele, és öregként vetődünk majd a partra valahol, ki tudja, hol. Miközben mellettünk sodródó társaink, hol hozzánk csapódnak, hol lemaradnak, elúsznak, messzire kavarodnak, vagy végleg elmerülnek. Ebben az áradásban eltűnnek a régiek, új és új társakat hoz az élet, hogy megismerjük, megszeressük és elfelejtsük őket. A rejtély, hogy a folyam rohan ugyan, de van, amikor a lélek megáll. Az igazán mély szeretetet nem tudjuk elfelejteni. Az eszünk elfogadja, hogy minden változik, minden elkopik, elrohad, megöregszik, de a szív, vagyis a valódi szeretet képtelen a múlandóságot elfogadni. A barátom, amikor a felesége meghalt, pontban éjszaka 3 óra 17 perckor megállította az óra mutatóit a hálószoba falán, az óra több mint 5 esztendeje ezt az időt mutatja. Azóta ő is beteg lett, súlyos beteg. Lakásából nemigen tud már kimenni. A kutyájával él. Tolószéken gurul, szobáról szobára. Nagy ritkán az udvarra is kiviszik. Egyedül alszik a családi ágyban, szemben az órával, mely nem a pillanatnyi, hanem az örök időt mutatja. Egyébként életvidám ember. Barátaival sokat iszik, nevet és hangosan mulat. Dalolnak, dörgő hangon bömbölve, vidáman önfeledten. Gyakran mosolyog és roppant erős lélekkel fogadta még azt is, hogy sorsa tolószékhez kötötte. Soha nem jártam a hálószobájában. Csak egyszer, amikor székével begurult, mert valami iratot keresett. És akkor megmutatta nekem az álló fali óráját. Nem komorult el, még a mosoly sem tűnt el egészen az arcáról, csak elkezdtek folyni a könnyei, és lecsurogtak borostás állára. Ez van, mondta.
Milyen világ lesz a világ vége után? Hogy milyen élet lesz a Földön, ha ez a mai tébolyult világ összeomlik? Nem tudom. Abban azonban bizonyos vagyok. Ha lesz új élet, az a nők tiszteletén fog alapulni. Férfi uralom. Itt évezredek óta nem a férfi uralommal, hanem az elromlott férfi uralmával van a baj. Mulier non est facta ad imaginem dei. Ez az alapmondata. Magyarul, a nő nem Isten képére teremtetett. Nem ember. Asszonyi állat. Fehér cseléd. Ember csak is a férfi. Még Jézus sem tiltja meg a házasságtörő asszony brutális megkövezését. Nem azt kiáltja, borzadva, hogy állj, emberek! Csupán azt mondja, taktikusan, mert politikailag meg akarják őt fogni, hogy csak is a bűntelen verheti agyon. Az első követ mondja, csak is az vághatja az asszony koponyájára, aki nem vétkezett még. És az a kő a korabeli előírás szerint nem lehetett túl nagy, hogy lehetőleg sokat szenvedjen a nő. Előbb folyjon ki a szeme, törjön szét a csontja, és csak utána locsanjon ki az agyveleje. Ezt csak azért mondom el ilyen részletesen, hogy lásd az írásai mögött megbújó indulatomat, s hogy jobban megértsd, miért lettem sokak szemében nőpárti. Rengeteg hasonló jelenetet olvastam, amikor a nők világtörténelmét évekig tanulmányoztam. És hát, körülnéztem, mi van itt ma is. A férfi világ nem csak a nőkkel, de mindennel és mindenkivel szemben elkövetett aljasságát ideológiával igazolja. Hamvas Béla ezt nevezi hazugság szisztémának. Ebben a megkövezés jelenetben sem mondják ki őszintén, hogy a féltékeny férj személyes bosszújáról van szó, hanem egy olyan vallásos ideológiával fedezik a szadista bűnözést, hogy mivel az asszonynak nincs Istentől kapott lelke, csupán a férfinak, ezért ő csak is a férjén keresztül, és nem önmaga által juthat el az Úrral való találkozásig. Ezért a férj elleni vétek az Isten ellen való bűn. Ezért kell agyonverni. Isten és nem a megcsalt pasi bosszúvágya miatt. Ehhez még tett hozzá azt az ügyességet, hogy a gyilkosságért senki sem vállal személyes felelősséget, hiszen kollektíven teszik. Ki tudja, melyik kő okozta az asszony halálát? Így aztán mindenki ártatlan marad. Minden összefügg. Aki nem tiszteli a nőt, az nem tiszteli az anyját, nem tiszteli az anyaföldet, az anyatermészetet, magát a földi életet. Nem tiszteli a másik embert, aki mint ő, a nők húsából, véréből, éltető szívéből, méhéből született, nem tiszteli és nem ismeri saját lelkének befogadó és érzékeny női felét, és ezért a világ könyörtelen rablójává és ostoba pusztítójává válik. Hogy eljött-e az aranykor, onnan látom majd, ha úgy nézel a kedvesedre. Anyanyelv. Nem elég, ha csak a nőt látjuk a feleségünkben. Az embert is kell. Sőt, bár ezzel sok vallás nem ért egyet, az Istent is. Isten fiának is volt anyja, és bizonyára sokat tanult is tőle. Beszélni biztosan az anyja tanította. Ezért nevezzük anyanyelvnek, amit a születésünk után megtanulunk. Lingua madre, Mutter Sprache, Mother Tongue. Apanyelv nincs. Jézus, Jeshua, az édesanyja Mária, Miriam nyelvén beszélt. Azon a nyelven, melyre ő tanította is, hogy ez a tanítás jól sikerült, azt az evangéliumok minden mondata bizonyítja.
még akkor is, ha az arámi szöveg görög fordításban maradt fent. Csak egyetlen mondatot, az utolsó szavait őrizték meg anyanyelvén. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Lama sabachthani, bachthani, sabachthani. Ha igaz, hogy az első években emberré válásunk döntő szakaszában az anyánk a mesterünk, lényének hatása, lelkének sugárzása, testének érintése és a szavakkal való tanítása egész életünk alapja lesz, akkor Jézusnak csodálatos anyja lehetett. Erről nem szól a Szentírás szövege. Istennek is kell nő. Nem, Istennek is kell a nő. Istennek is kell a nő. Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának történetéből tudjuk, hogy a férfit az Atyaisten csodatévő hatalmánál fogva a Szentlélek által helyettesíteni tudta, de a nőt nem. Ehhez még az ő végtelen hatalma is kevés volt. Kellett neki a húsvér asszony teste, egy petesejt, egy anyaméh, egy dobogó szív, amelyre ráköthetett egy csodálatos kis lényt, akit magából adott. Kellett neki egy olyan nő, mint Mária. Kellett fiának világra hozatalához a lassú, sejtes növekedés, sötétben érlelődés, vízben forgás lebegés, át kellett menni az emberi válás minden állapotán, a sejttől, a többsejtűtől, a vízi léten át egészen az anya testtel összekötött, az anya által táplált és érlelt állapotig. Egyetlen, közös szíven, Mária szívén élt 9 hónapon át. Kellett neki a Mária vérköreivel, érzéseivel és gondolataival való összeköttetés. Ősi, de a mai tudásunk szerint is egy anya többet ad hozzá a gyermekéhez, mint a férfi, mert belőle lesz. Az ő húsából, véréből, érzelmeiből, energiájából. Jó vagy rossz kedvéből. Abból, amit eszik, amit remél, amit sejt és hisz. Mindez nem csak beleépül a magzatba, hanem ebből az anyagból lesz. Ez a történet arra figyelmeztet, hogy egy nőt nem lehet eszköznek tekinteni. Nem lombik. Mária és minden asszony Isten teremtő társa. A kínai Yi Qing ezt úgy mondja, hogy befogadó nélkül a teremtő nem tud teremteni. Az éginek csak is a földivel együtt van értelme. Amikor gyerekkoromban először kezdtem erről gondolkodni, mindig az anyámra néztem. Mondták, hogy a nevetésem az övére hasonlított. És hasonlít ma is. Tőle örököltem sok gondolatomat is. Ezt is biztosan. Müller Péter Kijai. Következő alkalommal a szűzességről fogtok velem együtt olvasni. Ja. Hú. Hajléktalanok. Köszönöm, hogy meghallgattál. Hari Krishna. Hari, Hari Bol. Om Tat Sat.